Nagyságrendileg 3 millió ember otthontalan, Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy valamilyen értelemben nincs igazán biztonságos otthona. Hihetetlennek tűnik. De hát Győri Péter a magyarországi szociális szakmának az egyik vezető figurája, szóval ha ő mondja, akkor érdemes elgondolkozni rajtam. Ezt végül is nevezhetjük hajléktalanságnak, de konkrétan van fedél a fejem fölött, és van kajám, van a ruhám, van hol lakjak. Tehát nem olyan hajléktalanság, mint amit az emberek javarésze ez alatt szokott érteni, hogy az utcán lakik. Szóval a lakhatás, a hajléktalanság körüli konfliktusok sokkal több embert érintenek, mint akikről látszik. De nem kellett megijedni, mert vannak megoldások szerte Európában, ahol hasonló problémákkal küzdenek. Az első lépés mindössze annyi, hogy ezt felfogjuk.